Irán nem balesetnek, hanem szándékos beavatkozásnak tekinti a Natanzi atomlétesítmény vasárnapi áramkimaradását, ami alig több mint fél nappal azután történt, hogy az iráni elnök felavatta az új, nagy teljesítményű urándúsító centrifugasort. Az illetékes hatóság első nyilatkozatában meghibásodásról beszélt. A Perzsa állam atomenergia ügynökségének vezetője későbbi közleményében nukleáris terror cselekménynek nevezte a történteket anélkül, hogy konkrétan vádolt volna bárkit, annak elkövetésével. Az iráni külügyminiszter sem fogalmazott egyértelműen. De a gyanú nem csak szokás szerint, hanem okkal terelődik most Izraelre, miután az izraeli sajtó meg nem nevezett titkos szolgálati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a natanzi leállás sikeres izraeli akció volt. Ezt az izraeli kormány nem kommentálta, és Teherán is tartózkodik attól, hogy nyíltan megvádolja a zsidó államot. A 164 új urándúsító centrifuga üzembe helyezésének időzítése nyilván nem véletlen. A múlt hét elején ugyanis tárgyalások kezdődtek a volt amerikai elnök Donald Trump által 2018-ban felmondott nemzetközi atomalkú helyreállításáról.